A Bácsgazdagok Kft. Mióta foglalkozik vetőmagkereskedelemmel? A Bácsgazdagok Kft. Ebben az évben lesz 20 éves, és 20 éve foglalkozik vetőgumókereskedelemmel. Vetőmagot forgalmazunk, növényvédőszert forgalmazunk, műtrágyát forgalmazunk, de a legnagyobb volumen nálunk a vetőburgonya. Azt hogyan választják ki, hogy milyen nemesítőházak, milyen cégek fajtáit értékesítik? Ugye mi összeállítottunk egy saját portfóliót, jelenleg 24 fajtás prospektusunk van, de körülbelül 30 fajta az, amelyik a mi érdekeltségű körünkbe tartozik. Ugye ezek a nemesítőházak jellemzően francia, holland, német, ír nemesítőházakról van szó. A saját anyagaikat a világ minden tájára kínálják, viszont megvan az a néhány fajta nemesítőházanként, amelyek a mediterrán klímára, én úgy gondolom, hogy Magyarország is már ebbe az övezetbe sorolható, az elmúlt 10 év időjárását figyelembe vehető ajánlják. Mi ezek közül a fajták közül próbáljuk ki mindig a kínálni való fajtáinkat. Akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon ezek a fajták ki vannak próbálva, és miután itt igazolták a létjogosultságokat, utána kerülnek be a köztermesztésbe. Így van, tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy teljesen új fajtát, ha vevő kér belőle egy kamionnal, akkor is próbáljuk róla lebeszélni, hiszen nagyon nagy kockázatot rejt magába. A maximum mennyiség egy új fajtából, amire még nincs nagy termesztési tapasztalata senkinek, nem csak nekünk az egy-két raklap, tehát ami ugye nem okoz egy gazdaságnak komolyabb kockázatot. Mi az önök tapasztalata? Hogyan válsz fajtát egy termesztő? Én úgy gondolom, hogy a piacot szolgálja ki minden termesztő, tehát figyel arra, hogy mit kíván a magyar piac. Ugye érzékelhető egy nagyon kicsi váltás már a magyar piacon is a sárga fajták irányába, hiszen nagyon sok jó ízű és nagyon sok ellenálló sárga fajta van. Magyarországon van egy ilyen színformalizmus, ami azt jelenti, hogy csak és kizárólag a piros hűjű fajták voltak korábban a közkedveltek, ebben látszik egyfajta változás. Én úgy gondolom, hogy a termelők ezt figyelik, és ennek figyelembevételével vált fajtát. Könnyen megtermeszthető, lehetőleg korai legyen. Gyakorlatilag a korai fajták termesztésében van egyfajta gazdasági előny, amit minden termelő igyekszik kihasználni. Mi is a fajta választékunkat úgy próbáljuk kialakítani, hogy javarésze korai fajta legyen. Az önök aszpolitikáját három szóval lehet jellemezni: innováció, információ, integráció. Ez a három, az hogyan kapcsolódik össze? Ez úgy kapcsolódik össze, hogy egyfajta innováció maga az, hogy mi új fajtákat keresünk a világba, és próbáljuk ezeket a leírt értékmérő alapján sorrendbe állítani, és ennek az információnak a felhasználásával van egy integráció, amikor ez eljut a termelőkhöz, eljut a mi kereskedelmi partnereinkhez, és mi vagyunk az egyik olyan cég, vagy Magyarországon én úgy érzem az egyetlen is, aki vetőgumót forgalmaz, és hajlandó az étkezési burgonya eladásába is közreműködni. Akkor az azt jelenti, hogy a termelőnek egy piacot is tudnak szinte egyből nyújtani. Igen, szeretnénk, ez ugye sok esetben csak esetleges, és főleg akkor fordulnak hozzánk a termelők, hogyha piaci zavarok vannak, hiszen komoly termelő úgy ültet már el, hogy neki megvan a saját piaca. Komoly piaci zavarok esetén szokott ez a fajta integráció belépni, hogy akár Romániával, akár Szlovákiával, akár Szerbiával kooperálva próbálunk piaci helyett, piacot találni azoknak a bent ragadt ételeknek, amik elsősorban a tőlünk vásárolt fajtákból keletkeznek. Mi az önök tapasztalata? A magyar földben megtermelt burgonya mennyire versenyképes más országokéval? Egy nagyon szomorú tendencia van most Magyarországon, nagyon sok külföldön termelt burgonyát forgalmaznak a szupermarketek. Én azt hiszem, hogy a profi termelők által termelt burgonya, és itt nem a nagyságon múlik a profizmus, hanem aki ismeri a szakmát, érti a szakmát, tud öntözni, az képes tökéletes burgonyákat előállítani, és ez nem a fajta honosságától függ, hanem magától a termesztéstől. Tehát lehet magyar fajtából is szép burgonyát csinálni, lehet holland fajtából is csúnya burgonyát csinálni. Mivel itt vagyunk egy bemutatón, adja magát a kérdés, hogy mennyire elégedett azokkal a fajtákkal itt a gyulatanyai fatkésőjelti állomáson, amit az önök által beállított vetőgumóból készítettek.
Rendkívül elégedettek vagyunk, mi tegnap este eljöttünk már, és lebonifikáltuk a fajtáinkat, megnéztük, készítettünk egy-két bokorral. Az elmúlt 6-8 év, amióta mi ide járunk, az egyik legszebb kísérletei vannak ebben az évben. Én úgy látom, hogy a többi fajta tulajdonos fajtái is nagyon szépek, de mi is meg vagyunk elégedve a Augustini úrnak a munkájával, és ezúttal is gratulálunk neki, és köszönjük szépen.